Tapsoljatok vígan minden népek, örvendezzetek az Istennek újongó szóval. Országol az Úr minden népek fölött, ül az Isten az ő szent és legfontosabb belső érzése, amin minden függ és minden azon múlik, a hálaadás. Akar-e, tud-e hálát adni? Ma ennek a napnak ez az egy szó, a lényege, a jubiláló, többszörösen jubiláló püspökatyák szívében is hiszem a hálaadás. És ehhez csatlakozunk mindnyájan, paptestvérek, szolgálattevők, egyházi és világi méltóságok, hogy együtt adjunk hálát. Az Istennek kimondott igenért, a hivatás elfogadásáért, a feladatok megszenvedéséért és a szeretet küldetéséért Krisztus egyházának közösségében. Én köszönöm, hogy most így együtt ünnepelhetünk és együtt adhatunk hálát, és én most boldogan átadom a szót, mert innentől én is csak ünnepelek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében békesség nektek! Kedves testvérek, igazán csak röviden
szeretnék köszönteni mindenkit, még egyszer az excellenciás érsek urat, aki vállalta, hogy ő lesz majd az ünnepi prédikációnak a szónoka, ugyanúgy a felföldi megyés püspök urat, főtisztelendő paptestvéreket és a paptestvérek közül is külön megemlítem a Ferences rendnek a tartomány főnökét, bár van kísérője is, aki régi ismerős, és azért köszöntöm őt külön is, mert az idősebbek azok tudják, hogy ő a Berhidai Lajos, aki Szekszárdon, a templomban minisztráns volt annak idején, amikor én még egy pár évvel ezelőtt éltem, és akkor voltam tulajdonképpen ezüst misés, most pedig már a 60 év. Ugyanúgy köszöntöm a protokoll vendégeket is a megye részéről, Horváth Kálmán urat és a Gyurkovics János urat, aki az alpolgármester és a Szent István tempel, illetve ugye az elnöke is a valamennyi és köszöntöm ugye a máltai lovagokat, akik szintén eljöttek, hiszen nem a Szent Sír lovagokat, hiszen én is ugye közéjük tartozom. Ugyanúgy köszöntök minden rokont, minden ismerőst, különösen is a szekszárdiakat, akihez olyan sok élmény köt, és akik annak idején, amikor ide kerültem, valóban így lehetne mondani, a hónom alá nyúltak, és nagy segítségemre voltak, ezért lehetett akkor a templomot kifesteni, ezért lehetett akkor ott valóban mindent megvalósítani. Ezekkel a szavakkal köszöntök mindenkit, és még azt is szeretném elmondani, hogy ma itt búcsú van, mennybe menetel. És amikor azt mondjuk, hogy mennybe menetel, akkor Jézus minket is vár az ő otthonában, a mennyek országában. Megnéztem, hogy Magyarországon 59 helyen van mennybe menetelkor búcsú, a mi egyház megyénkben 3 templom és 1 kápolna, mivel itt volt, ugye, vagy ott volt, Szakcsot említem meg kápolnaként, és Bicsér, Gyulaj és Szekszárd. Ebbe a közös ünneplésbe mi is együtt akarunk lenni, és így át is vezeti a misének a szolgálatát a bíró püspök úr, aki ugye 50 éves jubileuma van, 30 éve püspök, Szekszárdon született, Szekszárdon élt, és tovább nem fél. És tulajdonképpen tessék. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom, de hatom Isten, és jöttek Isten. Thank you.
irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Yeah.
mindenható Istenünk, hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd vígadjunk gyermeki hálaadáson. Mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele a mi fölemelkedésünk. Ahova ugyanis a fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az egyház reménységben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallhattatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte, nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszárrátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük, fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. Ez az Isten igéje. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Szent Pál apostolnak az efesúakhoz írt leveléből. Testvéreim, kérlek benneteken, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok. Teljes alázatban, felítségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy test, egy lélek, mint ahogy hivatások is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindjárt Atya, aki minden fölött áll, mindet áthat, és mindenben benne van. Mindegyikünk
Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesül kegyelemben. Ő némelyeket apostollá, másokat profétává, ismét másokat evangélistává, pásztorá és tanítóvá ített, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk hitben, az Isten fia megismerésében, az egységre, és meglett emberé nem leszünk, elérve Krisztus teljes életkorának mértékére. Ez az Isten igéje. Megjelent a 11-nek, és így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni. A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az ige hirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket. Ezek az evangélium igéi. Főtisztelendő jubiláns püspök testvérek, megyés püspök atya, tisztelendő pap és diákonus testvérek, Krisztusban szeretett testvéreim. Ebben az órában az ünnepek halmozása történik. Másodt egy is elég ahhoz, hogy összejöjjenek a hívek. Itt pedig túl azon, hogy vasárnap van, Urunk mennybe menetelének az ünnepe, templombúcsú, és két olyan jubiláns püspök atyának az évfordulója, amely egyszerre papi és püspöki évforduló, amiért most mi itten hálát adunk. De talán induljunk ki a búcsúból, a templom védőszentje, a mennybe ment Krisztus,
képe mutatja, az embereknek érzékelhető módon valójában a menny, az Isten világa, természet fölötti élete, amiről azt mondja Szent Pál, szem nem látta, fül nem hallotta, hogy mit készített azoknak Isten, akik szeretik őt. Testi szemünk számára láthatatlan, de mégis hisszük és valljuk, hogy léteznek olyan valóságok is, amelyek túl vannak ezen a fizikai világon, melynek forrása maga a mennyben lévő Isten. És amikor Jézus befejezte földi működését, 30 év munkálkodás után 3 év nyilvános működés, végül a kereszthalál, föltámadás, és 40 napon át érzékelhetővé tette azt, amit korábban is hirdetett, hogy ő az Atya fia, most már nem csak emberi természetét láthatták, hanem istenségét is. Érzékelhetővé tette önmagát, és majd elbúcsúzott. A búcsúja egyszerre befejezés és elindulás volt. Befejezte nyilvános működését, és elindította az egyházat, melyhez segítségül adta 10 napra rá a Szent Háromság harmadik személyét, a Szentlélek Úristent. De már akkor ott, abban az órában, amikor együtt voltak a tanítványok, megjelennek a mennyei alakok, és megszólítják őket, mit álltok itt, mit tétlenkedtek, hiszen nektek parancsot adott Jézus. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. És már csak a Szentlélek kellett, hogy megadja a végső lökést annak, hogy ez a szándék mind a mai napig valóság legyen. Hogy mi most itt ülünk és ünneplünk, az éppen annak a következménye, hogy komolyan vették sokan Jézusnak a parancsát nemzedékről nemzedékre, hogy az evangéliumot hirdetni kell. És ha visszatekintünk a múltba, akkor látjuk, hogy ezen a tájon már a 3. század végén megjelentek a keresztények. Pécs környékén, itt Szekszárd környékén, az a szarkofág, az a holttestet őrző ilyen gránit vagy márvány koporsó már mutatta azt, hogy itt keresztények éltek ezen a tájon, a 3. században, és kifejlődött a keresztény életforma a Duna, a Limes mellett. És ha nem jön a népvándorlás, egész másként alakult volna bizonyára ennek a tájnak keresztény élete. De akkor úgy tűnt minden, hogy vége van. De mégsem. Mert akkor is jöttek olyan emberek, akik az evangéliumtól indítatva újra elkezdték az evangelizációt, Szent István királlyal, majd Első Bélával, aki idehozta a bencés atyákat, azt a rendet, amely az imádság, a munka, az Istennek szentelt élet példamutatásával elkezdte honfoglaló őseinknek az evangelizálását. Csodálatos dolgokat vittek végbe több száz éven keresztül, de mint mindig jöttek olyan áramlatok, amelyek próbára tették a keresztényeket, egyébként most is ebben vagyunk itt Európában,
Hát így volt akkor is, amikor jött a török, megsemmisült lassan minden, pusztasággá vált ez a táj, és újra kellett kezdeni. És akkor is voltak újrakezdő emberek, betelepített nemzetiségi emberek, szorgos munkájukkal, hitükkel újra kezdték a honfoglalást, építkezést, és kifejlődött egy igazi pannon kultúra, amelyben egyszerre a kereszténység és a magyarság is virágozni tudott. Gondoljunk csak egy Garai Jánosra, Babits Mihályra, akiknek ide vezetnek a gyökereik, vagy Vezerégy Istvánra. Vannak itt olyan magyarok, akik építették a hazát, és ugyanakkor keresztény elkötelezettségű emberekké váltak. Ugyannyira, hogy a múlt század végén már fontos volt, hogy kutassák a múltat. Sőt, egy lengyel származású pap, Bosinski Mór, kinek szobrát láthatjuk a plébánián, rövid életében tudós munkákat vitt végbe, föltárta a múltat, mert tudta azt, hogy gyökér nélkül nem tudunk megmaradni. A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él. És ez a stafétabot tovább adódott, és itt vagytok ti, kedves jubiláns atyák, püspökatyák, Mihály püspökatya, László püspökatya, akik egyszerre papi és püspöki évfordulókat tartotok, gyémánt misét, aranymisét, 35 éves püspökséget, 30 éves püspökséget, mindegyik olyan már, hogy egy emberöltőnek is megfelel. Illetve a papságot már, ha úgy vesszük, két emberöltőnek a munkája benne van. És én ezt az időt már jól ismerem, mert személyesen ismertelek benneteket, éppen Mihály atyának említettem, hogy ott voltam a püspök szentelésén Esztergomba, azok közül már szinte nem is élnek, aki még él, az is beteg, nem tudott eljönni. Várszegi püspök úr, hát a László püspök atyával pedig együtt vitézkedtünk a központi szemináriumban, ő úgy, mint rektor, én, mint spirituális, de aztán nem maradt el ez a kapcsolat, hiszen ő, aki Kalocsának segít, püspöke volt, még egy ideig velem együtt dolgozott az Isten országáért, amikor én már érsek lettem. Annyi minden történt ez alatt az idő alatt, hogy nem is igen emlékszünk már rá. Szeminárium, honvédség, sok minden, de ugyanúgy elmondhatja Mihály püspök atya is, amiért most hálát adunk, hogy Isten jó és rossz időkben megengedte azt, hogy munkálkodjunk hivatásosan, mert erre nagy szükség van a mai világban. Figyeljük meg, ez a világ, amikor mondjuk van egy olyan munkakör, amire hiányoznak az emberek, mit tud ígérni? Fölemeljük a fizetést ennyire és ennyire. Kedvezményeket adunk. Gyertek ide hozzánk. Az Úr Jézus nem ezt mondta. Kövessetek engem. És még keményebb szavakat is mondott, hogy milyen lesz ez a követés, amikor mi az ő nyomába szegődünk. De hát Mihály püspök atya azt íratta püspöki jelmondatául: Gaudium nostrum Dominus, az Úr a mi örömünk, hiszen ezt a hivatást csak
örömmel lehet végezni. Ha valaki vállalkozik a papságra, és ne adj Isten, püspökségre is kinevezik, ha nincs benne öröm, akkor az olyan, mint a rossz álom. És ez a baj sokszor ma, hogy hiányzik a hivatásodat, és a belső öröm. De a belső öröm nem csak az Istennel való kapcsolatunkból származik, ő a forrása, de Jézus közösséget akart. A mennybe ment Jézus nem hagyott itt bennünket, nem azt mondta, hogy elmegyek a semmi közöttök, nem lesz hozzám, hanem veletek vagyok mindvégig a világ végezetéig. Itt maradt az evangélium szamában, itt maradt a szentségekben és a közösségben, az emberi közösségben, ott, ahol megélik a Krisztus követést, és edér iratta te is, László püspök atya, tékum pro te, veled és érted. Mert csak így lehet, hogy együtt dolgozunk Isten országáért. Szokták mondani, hogy a pap nem egyedül üdvözül, hanem a híveivel együtt. És a papnak az élete, az visszaad a hívek életére. Mindig fölötte kell, hogy legyen a hívek buzgóságának. Ha jól tudom, Chesterton írja, hogy szent pap, buzgó hívek. Buzgó hívek, buzgó pap, tisztességes hívek. Tisztességes pap, semmit ér az egész. Mert a papnak fölötte kell lenni az elköteleződésben, elől kell járnia, de mi egymásra hatunk, és egymást segítjük, és egymásért imádkozunk. Hát ezért adunk most hálát az elmúlt évekért, megyés püspöki szolgálatodért, az építkezésekért, hiszen már itt is nagy dolog volt abban az időben kifestetni a templomot, a püspökséget is. Ez egy ilyen kényszerű kötelezettségünk, mert nem ezért lettünk papok, de ezt is meg kell tennünk. Mert ahogy a zsoltáros mondja, szeretem Uram házadékességét, és a szép templom, az felemeli a lelket, már az is tud misszionálni. És ezért nagyon fontos volt a pécsi székesegyháznak is felújítása és rendbetétele, mert közelebb viszi a szép templom az embereket az Istenhez. És hát amit a László püspök atya tett a sok-sok emberi kapcsolatával, akik közül sokan itt vannak, azt emlékszem rá, arra emlékszem, hogy amikor a központi szemináriumban együtt voltunk, akkor azt mondtam neki, hogy Laci, beszéld meg a MÁV-val, hogy Pécsről indítsanak neked mindig egy szerelvényt, mert annyian jöttek hozzá ilyen-olyan kapcsolatokkal és bajokkal, és azt hiszem, ez meg is maradt. Ezért is hálát adunk. Ma úrunk mennyövenetelének az ünnepe van. Jézus Urunk, egy kép formájában mondjuk, fölment a mennybe, hogy mi is emelkedjünk föl lélekben. Már az ember önmagában azért antroposz mondták, hogy fölfele tekint, annyit jelent. Fölfele kell tekintenünk, és közben vannak nagy veszélyek. Hát hallhattuk az evangéliumból, hogy kígyók, mérgek kísérik az életünket. Martini bíborosnak van egy szép elmékedése, hogy ennek megvan a biblikus értelme, hogy az emberi lelket annyi méreg, annyi kígyó fertőzi, amitől csak Krisztus kegyelmével tud szabadulni. Vannak itt komoly lélekgyógyászok az ünneplők soraiba, hívő keresztény professzorok, akik ezt el tudják mondani, hogy igazi gyógyulást
valójában Krisztus tanítása, evangéliuma által tudunk elérni. Mert nehéz világban élünk, ezt nem kell különösebben magyarázni, szinte, de itt függ fölöttünk a háborúnak a réme, de nekünk nem szabad elcsüggedni, nem szabad depresszióba esni. Éppen erre biztat bennünket a mai nap ünnepe, bár öreg megöregítetek. Testében az ember meg tud öregedni, de lelkében meg tud fiatalodni. Azt mondjuk a prefáció elején, ami a mennybe menetelhez kiválóan illő buzdítás, Sursum corda, emeljük fel szívünket. Azt kívánom, kedves jubiláns püspök atyák, hogy bár elmúlt az idő, megfáradt a testetek, de fölemelt lélekkel folytassátok az utatokat. Amen. Hiszek az egy Istenben. Forduljunk, testvéreim, örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk fölment a mennybe, elfoglalt a trónját Atyának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét. Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról. Könyörögjünk az egyház előjáróért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről is. Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket. Könyörögjünk az egyház tagjaiért, hogy Urunk mennybe menetele, adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségesnek találtassanak. Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy egykor minnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében. Urunk Istenünk, segíts, hogy mindig híven szolgáljunk szent fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe, Krisztus, a mi Urunk által.
imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja ezt, kezedbe vesz az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész egyházat. Urunk Istenünk, hála áldozatot mutatunk be neked, fiad mennybe menetelének ünnepén, alázattal kérünk, viszonzásulat, hogy szentségi ajándékaid mennyei életre keltsenek minket, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a terekedtel. Emeljük fel szívünket. Szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten. Mert Urunk Jézus dicsőséges királyunk, a bűnt és a halált legyőzte, és az angyalok csodálatára a mai napon fölment a mennybe, hogy Istennél értünk, emberekért közben járjon, ítélje a világot és uralkodjék rajta. Ő nem azért távozott, hogy magára hagyja az esendő embert, sőt, reménységgel tölt el minket, titokzatos testének tagjai, hogy követhetjük őt a mennybe, ahová mint az egyház feje és az élet szerzője érkezett. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjon, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül énekelik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Urad Istenem, dicsőséged emetődik a mennyed és a földet. Hosanna a magasságban, áldott a kívül az Úr nevében. Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentesz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérünk tehát Istenünk, a Szent Lélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, aki megrendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott,
megtörte mai tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, ismer föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szenteltével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget, elősítsd meg hitben és szeretetben Fedez Arándok útját járó egyházadat, szolgáldat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztusunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. A Krisztus
Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg kéteinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellen. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlik róla jöjjön, hanem csak egy szóval van, és buzgósággal törekedjünk a mennybe, ahová már fölvetted emberi természetünket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Foglaljunk helyet. Vasárnapi szentmise van, ezért egy plébánosnak kötelessége elmondani a hirdetéseket azért jövő héttel kapcsolatban. Jövő szombaton Kaposvörödről
érkeznek férfiak 20-25-en Szekszárdra. 11 órakor lesz egy szentmise nekik, ami nem úgymond bűnkösdi, de nem érvényes bűnkösdre, azon esti szentmise lesz. De szeretnék, hogyha mi férfiainkkal együtt ezen a szentmisén, de ha nem is a szentmisén, a déltől egy óráig kezdődő találkozáson részt vennének, ahol a mi férfi körünk, illetve a férfi találkozók férfia és a kurziós férfiak találkoznának a kaposvéredi férfiakkal, és ott egy órás boroskás beszélgetés lenne, borozással. Bünköst hétfőn, május 20-án itt a belvárosban az esti mise 6 órakor kezdődik, hétfő van, de ünnep miatt 6-kor lesz, és reggel 7-kor pedig majd Újvárosban lesz szent mise. A hónap 4. vasárnapján tartjuk a diákmisénket, mert ma ugye a bérmálás miatt nem tartottunk nélnapozást, meg takijátékot, ez majd akkor lesz. És a 10 éve is indult csoport, Tordai Attila teológiai tanár vezetésével, újszegedi plébános, július 20-19, mindent meg lehet nézni a Fali újságon. Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek, akik részt vettek ebben a mai ünnepek a megszervezésében, létrehozásában, hiszen rengeteg feladat volt mindenféle szervezésben, nem sorolnánk föl senkit külön, de mindenkinek köszönöm, és akiket a püspökatyák meghívtak, a Kolping iskolában lesz majd Újvárosra, le kell menni 6-osra, a Kolping iskola mellett, vagy a Újvárosi templom mellett van a Kolping iskola, ott lesz majd a püspökatyák meghívottainak a vacsora. Azt szeretném kérni, mert hallottam, hogy többen szeretnék a püspökatyának megköszönni, vagy egy kis ajándékot adni. Ezt a szentmise után a plébánián megtehetik. Farkas a teremben lesz majd a Miami Árpüsökatya, miről az Épüsökatya pedig az ebédlőben fogadja, akik szeretnének nekik valamit mondani. Csak azt kérem, hogy röviden. Tehát most nem kéne akkor nagyon hosszan beszélni. Odaadjuk a bort, ajándékot, megköszönjük, megöleljük és megköszönjük. Na, utána ő vacsorára kell, hogy menjenek, de hogyha mindenki 5 percet kér, és ez 20 ember, az már nem mondtak azok, de nagyon sok. Tehát tényleg legyünk. Oda megyünk, megköszönjük, megkapják és tovább állunk, jó? Ha vannak ilyenek, mert szeretnék rögtön a szentmise utána kimenni a Kolpingba, vacsora lesz. Végül pedig személyesen is szeretném megköszönni a két püspökatyának. Én azt gondolom, hogy itt mindenki, aki itt van, azért jött el, mert nagyon sok mindennel tartozik nektek és püspökatyának. Én is szeretnék elmondani csak egy-egy dolgot az életemből, mind a kettő püspökatyához, hiszen, hogyha van egy ilyen példa, nem tudja mindenki elmondani, de én hagyd mondjam, mennyire hálás vagyok mindkettőjüknek. Kezdem a Mahely püspökatyával, jó? Püspökatyának én vagyok az első áldozó papi szenteltje, tehát először rám tette a kezét és engem szentelt föl. Ezért végtelenül hálás vagyok püspökatyának, hogy fölszentelt engem, és utána pedig olyan helyekre helyezett, amelyekből csodákat láttam, csoda emberekkel találkoztam. Az életem, hogy én is már kezdek öregedni, hogy egy olyan papi élet volt, amelyben visszagondolva csak a hála van bennem. Földvári, úgymond 14 évünk nagyon nagy ajándék volt számomra, és hogyha a memóriája az hihetetlen, én már nem tudtam, hogy kiről beszélünk, ő mindig tudta ki a nagymamád is tudta, hogy kiről van szó, és még ma is. És köszönöm szépen, amikor papi életemben nehéz helyzetben voltam, akkor mindig érezhettem, és egyszer különösen is éreztem azt a fajta felemelést, azt a fajta szeretetet, atyaiságot, amit kaptam, és hogy emlékszik rá, amikor nagyon ugye hullámvölgyben voltam, és ezért nagyon hálás vagyok püspökatyának, hogy most itt állhatok, és akkor úgymond segített a megmentésben. Minden papnak vannak nehezebb dolgai, és ezért külön köszönöm püspöknek ezt is, helyezéseket is, mindent, és most is együtt dolgozunk, itt is hálás vagyok, hogy mindig, bármennyire is szentelt püspökön, mindig munkatársának, sőt néha főnökének szólít, ami nem igaz, én tudom, de így van, pedig főnöke nem vagyok, de örülök az együttmunkálkodásunknak, kicsit féltem azért mégis egy püspökkel, szentelt püspökkel együtt dolgozni, de nagyon hálás vagyok ezek az időkért is, tehát köszönöm szépen. Laci püspök atyának, hát őt még régebben ismerem, mikor
míg a bányánál dolgoztam, neki köszönheted igazából azt, hogy elküldött egy templomba, és annyit mondott, hogy imádkozzál. Abban a templomban, a dzsámiban, ott döntöttem el, hogy pap leszek. Nem azt mondta, hogy legyél pap, azt mondta, hogy imádkozzál. Beszélgess az Istennel. Neki sem volt könnyű velem. Nagyon sokáig volt lelkivezető, és volt egy olyan helyzet, szintén egy mélypontban, azért voltak az életemben ilyenek, amikor nem tudok mit mondani, már szegény, fogta a fejét és mondta, hívjuk fel Bán Elizeus atyát, ő egy sziszter szeretes volt, azt mondja, döntsön, hogy te mit, hogy mit csináljunk, mert már én sem tudom, Tamás, mert miket teszel, és aztán az ő segítségével szintén még visszatértem a kispapságba, és nagyon nagy hálával tölt el. Laci, talán mondhatom a püspök atyát, hogy nem tudom, hogy mondjam, mert ő a barátom, akivel 50 éven keresztül, már nem tudom mióta tartjuk a kapcsolatot. Ebben is vannak ilyen hullámvölgyek, én mindig féltékeny voltam a Basmai Lacira, amikor itt volt, ő hozzá bejössz, hozzá nem Földvárra, mindig mondta, hogy ez nem igaz, de hát azért mert mindig Kalocsára ment, akkor nem tudott újba ejteni, de mindig éreztettem a végtelen szeretetét, akármikor bajban is voltam, hozzá mehettem, és nem mint püspök pap, hanem mindig barát volt. Csak annyit mondanék még el Laci atyáról, püspök atyáról, hogy egy élményemet, hogy a Gyónásnál mentem fiatalon hozzá, nagyon szégyeltem magam, hogy jaj, most mit fog róla mondani, úgy szeretetted én a Székesegyházban, és úgy mentem Gyóni, hogy nagyon féltem, megölelt, és azt éreztem, hogy jobban szeret, mint annak előtte. Azóta is ez a vágy bennem van, hogy én is a gyónókkal így bánjak, hogyha félnek és izgulnak bármiért, érezzék, hogy jobban szeretem őket, hogy a tékozló fiú is érezhette ezt, és ezt is köszönöm neked, püspök atya, hogy ebben mellettem álltál, és mind a két püspök atyának köszönöm, életem meghatározó, nem csak püspökei, hanem emberei voltak papságomban, és az életemben is. Nagyon szépen köszönöm. Azért mondtam el ezt, mert mindenki elmondta nagyon sok mindent, de hogy nem beszéljünk már ennyit, és akkor inkább így én elmondtam, és most pedig átadom püspök atyának a szót, én pedig a Mihály püspök atyával ketten fognak ünnepélyest áldást adni. Ja, és köszönöm a Kátlan atyának, hát nagyon jó. Kaptok a püspök atyák, Érsek atya is kap, Laci László püspök atya is kap, Szekszárdi borokat, már adtam nekik egy-egyet, de ők még kapnak tőlünk, megkeverik atyát, hogy Érsek atyának a hármasat, a tűvének a ketteset, mert ők már kaptak. A mahozanak az autójukban, fogyasszák egészséggel, és azt kell gondoljanak ránk, amikor fogyasszák, Szekszárdiakra, hívekre, ma vérmálkoztunk, nálunk volt vérmálás, és a gyerekekre is, a szüleikre, a közösségeinkre. Mi aztán egészsége, és akkor most pedig a Laci püspök atyának átadom az nagy szót. Testvérek, köszönöm szépen a Tamás atya köszöntőjét, nem utolsó a megyés püspök úr köszöntőjét, aztán az Érsek atyának a személyes hangú beszédét. Nem tudok nagyon rövid lenni. Azért az aranymisén meg kell emlékeznem a szüleimről. Két dolgot szeretnék említeni róluk. Amikor iskolába kezdtünk járni, akkor ugye fenyegették a szülőket a kettős neveléssel. Apám, a bátyámmal együtt jártunk már iskolába, egyszerűen elintézte a kettős nevelést. Mondta, gyerekek, a tanárok az iskolába pénzért azt mondják, amit mondaniuk kell, az igaz meg az, amit mi mondunk. Meg volt oldva a kettős nevelés. Arra is hálával emlékezem, amikor Kolbert atya mondta, hogy hát, ha pap lehetek, akkor menjek Bencés gimnáziumba. Hazamentem, édesanyám mindjárt rábólintott, ha akarsz, akkor mehetsz. És hálával gondolok arra sok papra, akik beleépültek a hivatásomba. Kisgyerekkoromtól kezdve, ugye neveket mondhatnék, most nem akarok mondani. És miután a Érsek atyával együtt voltunk papneveldőben, nevelők, akkor még, mikor Érsek atya is ott volt, hívő háttérből érkeztek a gyerekek, a kispapok,
szóval egyre inkább fogyott a hívő háttér. És én azért hálás vagyok a szekszárdiaknak, az akkoriaknak is, már odaállt vannak a temetőben, meg még messzebb, hogy a szekszárdiak, akik között fölnőttem, azok mindig drukkoltak nekem. Előjáróként az a szemináriumban találkoztam kispappal, akinek a szülei is ellendrukkerek voltak, az egyházközség se tartotta őket számon. Nekem ilyen bajom nem volt. Köszöntöm paptestvéreket, akik már kevesen vannak, akikkel együtt legénykedtünk fiatalkorunkban, de nagy megtartó erő volt az egyházmegyei papi összetartás, míg Mihály püspök úr is járt akkor oda káplán találkozókra, erőforrás volt. Hadd említsem meg a három szekszárdi születési papot, itt van Simon János atya, aki már a gyémánt mise fele közeleg, és az új misén még minisztránsként lehettem csak jelen. Úgyhogy így vannak a nemzedékek. Aztán a Szép Attila atyát, a Piusz atyát, a tartományfőnök atyát a ferenceseknél. Nagy megtiszteltetés, hogy leereszkedte ide a szülővárosba. A többi paptestvét nem is dicsérem, az természetes, hogy itt vannak. De a három szekszárd külön is. Aztán éppen is számogattam, most nem kezdem a neveket mondani, azért szép számon vagyunk Tolna megyeiek itten. Úgyhogy jó Isten éltessen mindnyájunkat. És én köszönöm, éppen gondoltam ott ide, hogy Laci atya volt itt a püspök atya, és bélmálás volt, mondom délután akkor valószínűleg foghíjas lesz a padok sora, és örülök, hogy mégis ennyien eljöttek a testvérek közül, és együtt ünnepelzünk. Külön köszöntöm a alsó utcaiakat, ahogy nekünk illik mondani, de még a főső utca is itt van, akik áldás békesség. Aztán a alpolgármester urat, fő ispán úr közben elpárolgott, hogy látszik. Ja, itt vagy. Ajjaj. Szóval köszönöm szépen az összetartást, és maradjunk továbbra is együtt. Nem szabadnak a szekszárdiak tőlem, és még külön megemlítem, hogy messziről is jöttek itten. Itt van még Hévízről tornászné, meg a férje, meg három gyereke is, aztán vannak Szegedről is, meg máshonnan is, úgyhogy őket is külön köszönöm, hogy Pestről is, hogy vállalták az útnak a fáradalmait. Hogy Jóisten éltessen mindannyiunkat. Záró áldás lesz. Régen szokás volt külön-külön megáldani a résztvevőket, hogy egy kisebb faluban ezt meg lehet tenni, most nem tudjuk tenni, majd Mihály atyával közösen adjuk az áldást, ez az aranymisés áldás. Köszönöm szépen az együttlétet mindenkinek. Csak meg akarom említeni a Rózner Zsoltot, nehogy ne ő is azért szekszárdi, és azért, mint szekszárdit, akkor mindig is örültem, amikor ott ült a padba az édesapjával együtt, aki a múzeumban dolgozott, és ott volt, és ennek ellenére eljött a misére mindig, és ennek ellenére a Zsolt pap lett. A kivonulásnál a papság a minisztránsok vezetésével, a püspök atyákkal a plébániára fog visszavonulni. Az Úr legyen veletek! És az ördögöttel. Legyen áldott az Úr neve. Most is mindörökké. Az Úr a mi segítségünk. Aki az eget és a földet alkotta. Töltsön el titeket a reménység Istene, a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben
a Szentlélek erejéből bővelkedjetek. Amen. Isten, ami atyám, gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás és mindenki iránt. Tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor Urunk Jézus Krisztus eljön összes szentjeivel. Amen. Urunk Jézus Krisztus, az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelmével örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, erősítsen meg szóban és tettben minden jóra. Amen. És a minden égi és földi áldással áldjon meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szentmise véget ért, menjetek békével. Istenem.